Na, szevasztok, srácok! Következő videónk, ami szintén, hát... Ezt a kocsit már ismeritek, ugye? Bencének a kis kettes golfja. Viszont össze-vissza csinál vele mindent, most már lefújta, meg mit tudom én, majd ő el fogja ezt mesélni. És most jött az ötlet, hogy akkor, ha már ennyire belement, és még őt nem kérdeztük le, akkor kérdezzük már le, hogy mégis mi a helyzet a kocsival. Úgyhogy ezt most gyorsan megejtjük. Egy hat. Benzin. Most azért ez már a harmadik videó, aminél hülyeségeket ír ki ez a honlap. Most nem tudom, hogy miért. Jó, egyébként itt se írja ki semmit. Viszont... Honnan veszi, hogy benzin? Tehát, hogy egy 1.6-os dízel van benne. Ferde hátú szedán. Hát ez érdekes. Na mindegy, ennyi, kész. Ezt is lekérdeztük. Na, akkor lássuk a golfot. Sziasztok! Akkor folytatódik a low budget-es, beszámolós golfos sztori. Pontosan, hát ugye forgalmi az még mindig megmaradt. Sőt, hát ugye lényegében most azért mondhatni megújult a kis autóka, mert műszaki jött, ugye ez szerintem már instán ez volt téma. Hát ugye, eléggé megújult. Hát igen, és akkor jött az, hogy műszaki, de hát úgy, ahogy volt azért, valljuk be, nem igazán megy át, tehát felületi rost, az minden egyes eleme, mindenhol. Ugye a bal első sárvédőm az szanaszét volt rohadva, tehát ez ott össze-vissza lyukas volt. Az ajtókaja ugye a hajtás miatt az ott úgy szintén, az mind a kettő. Meg hát azért küszöbb, itt ott volt vele munka, és akkor jött az, hogy akkor lakatoljuk ki, akkor fújjuk. De hát akkor nem maradjon már az a sima szürke. Jött az, hogy akkor legyen ez a mentol? Hát ilyen menta. Hát igen, mindegy, ez menta a zöldes kék, ugye hivatalosan ő zöld. Ha valaki színt akar változtatni a kocsin, akkor annak mi a menete? Tehát neked ez most hogy? Nézd, én ezt körbejártam, nagyon, ezt is mondom, tehát nagyon sok ismerőssel beszéltem. Volt, aki azt mondta, hogy akkor előzetes szemle kell az eredeti színnel, meg minden, és aha, hogy az valami 2000 forint, stb. Hogy kell egy előzetes szemle. Na, én bementem a műszakishoz megkérdezni, mondták, hogy semmi nem kell, mert ugye azért a jármű színe, alvásszáma szerepel már az akkori forgalmiban. Igen. Tehát, meg jó esetben fotók is vannak róla. Meg jó esetben fotók is, igen. Tehát igazából annyi a dolgot, hogy átfújod, és elviszed műszakira. És ott műszakiban, tehát megcsinálják a műszakit, hogyha levizsgázott az autó, kiállítanak egy plusz papírt, amin szerepel az, hogy a jármű milyen változásokon esett. Tehát aha, ugye például a szín, és igazából átírták, ugye megkérdezték, milyen szín, mondtam zöld. Ez annak van elkönyvelve hivatalosan. És ez van beírva, hogy zöld. És az van beírva, hogy zöld. Hát akkor jött már, hogy azért mindent rendbe kéne rakni rajta. Még azért van így is itt ott falcokat, ott küszöbnél például még el kell fújni, stb. Csak tényleg pénteken úgy voltam, hogy már nagyon le akarom tudni. Hát úgy voltam, igen, hogy akkor már rendbe kéne rakni az egészet. Ez nem belőlünk jött ki. Nem. Kikérem magamnak, az nem az enyém. Van motorháztetőd. Ja, igen. Szerintem hát, az a legdurvább, a szín után az a legdurvább, ami így nekem legalábbis feltűnt. Tehát ment műszakira az autó. Tehát műszakira, kopgyárira vissza lett rakva minden, tehát a légszűrő se volt direkt szűrő. Ezt akartam pont kérdezni. Nem volt sárga a lámpa, nem volt rajta egyes GTI koptató. Nem gevinde volt alatta, tehát minden. Gyári lemezfelni volt, gyári gátlók, két lámpás rács, tehát mindenből visszament a gyári, és pont emiatt akkor már úgy voltam tényleg, hogy ne kössenek bele semmi apróságból, ami nekem szúrta még a szemem, abból is igyekeztem újat beszerezni. Tehát így jött igazából ez az négy lámpás rács, tehát ez is Unixos, utángyártott, azért van sajnos ez az elállás, ez sajnos benne van, hogy utángyártott a lámpa is, az is
új. Jaj, tehát itt vannak ilyen hézagok, de hát ez... Tehát igen, igen, mivel ugye után gyártott, és itt a patentek nem illeszkednek be. Aha. Egyszerűen, tehát ja. az valamiért nem illik össze, akkor ő is új lett, mert ő is sajnos, ő is nagyon tördelődik, viszont ő is után gyártott, ő is eláll. Tehát, igen, azt nézem, tehát sajnos ez benne van, hogy az után gyártott dolgok azok így el. Hát ugye Montanával lett fújva az autó, és vettem fekete Montanát is, két üveget. Igen. Az pedig arra, hogy tényleg akkor egységes legyen így az eleje is minden, tehát a koptató is Montana, ő is újra, tehát nézd meg a lökösves is vissza lett csiszolva, ő is Montana, a rács is, a zsírúj rács is le lett fújva, jel is le lett fújva, szemöldök is le lett fújva. De mivel a zsírúj rács az nem matt fekete volt alapból? Az... Ez a műanyagos fekete, és úgy voltam az előzőnek is az elejénél, hogy egyszerűen a sok fekete, ott is elütött egymástól. Aha, tudod, hogy néhol fényes fekete, néhol ez a sima kis kínai műanyag fekete, stb. Ja, világos. Tehát ezek így elütöttek, és akkor úgy voltam, hogy legyen egybe. Ugye műszaki miatt ment vissza a motorháztető is. Egyébként most a motorháztető az igen. Hogy van rajta? Mármint, hogy a merevítés nélkül, vagy ez egy nem, tök más? Ez egy tök más, ez bontóból sikerült még szerezni. Aha. Ez egy tök más, ugyanúgy benne van a merevítés, ez fél pillanat, ugye annyi, hogy ez után gyártott rács. Tehát ez direkt így van megoldva, egy után gyártott rács, hogy ne kelljen vele szórakozni, nekem kiugrott a bovdenem, és tényleg nem volt még lélekerőm visszarakni. Ez meg így egyszerű, ugye, hogy a két patentot fixen fogja, a harmadikat meg könnyebb kipattintani. Aha. És ugye itt benyúlva meg már... Nyithatod. Igen, most mondjuk ez itt retkes, azt aláírom, az nagyon, nagyon ki van most. Ezt ki kéne takarítanom. Erre voltam még kíváncsi, hogy ez hogy oldottad. De hát ugye a fényezés miatt most itt porosodott minden, ugye nem volt rajta motoráztató. Vagyis hát fényezésnek nevezni ezt azért túlzás, de... Mázolás. Ja, hát igen, ez meg azért került rá, mert nincsen kitámasztom. Mert azt még nem hánykeltem vissza, de tehát látod, ez merevítéssel minden, ja. Minden benne van, ahogy neki lennie kell. És de most, hogy így lefújtad, vissza fog menni az előző fekete merevítéses motorászatő, vagy minek van még egy bontatlan flakonom, nagyon gondolkodom, hogy azt megfújom, és... Hát nem tudom, lehet, szerintem főképp már csak talikra fog visszakerülni. De talikra, tehát nézd, nem volt vele semmi csesztetés, egyszerűen, itt mindjárt mutatom, a telefonomban van egy kép az autóról, még a kettesről. Az is már ez a motorháztető egyébként. Aha. De nekem ez az a front, amivel úgy vagyok, hogy az álom. Annyi, hogy ezt a frontot esténként nem tudom használni. Tehát ez maga, az Orciari-nak a másolata, úgymond. Az olajhűtőt azt is ugye leszetted, mert volt... Igen, volt rajta egy kis olajhűtő is, amit házilag csináltunk. Az ide alulra a lökösvasnak vannak ugye ilyen bevágásai, az oda volt fölfogatva, és igazából be volt húzva itt a rácsnál, de az csak design volt, nagyon gondolkodom, hogy meg kéne csinálni rendesen bekötve. Azt, igen, meg amúgy azt tetszett nekem. Azt, hogyha sikerül összeszedni, egyébként közben itt van a kép, tehát az a baj, hogy elég halvány, ez nem tudom, ez így látszódik? Hoppa. Hát... Tehát ugye ez a front, hogy berácsozva... Szó, de ja. Hát, mert az videókból azt látták, ugye? Melyiket? Amikor megcsináltad ilyen kis felhajtós, ablakos... Igen, viszont a felhajtósnál ugye ott már a vágott motorháztető volt rajta. Igen, igen, igen. Mert ugye csak úgy tudom beakasztani az alá, mert az enged annyit. Viszont ugye így a fix motorháztető nem. De pont ez az, hogy ugye a rácsosnak így nincs is meg ez a vonala. Tehát nincs meg ez a vonal, és itt szerintem annyira, hogyha be van rácsozva az egész, olyan szögletes az elején, nekem az egyszerűen nagyon bejön. Igen, az jobb. Azt nem tudom, azt viszont, hogyha a srácok esetleg tudná valaki, és megérne, hogy esetleg meg lehet-e azt csinálni, mivel a két középsőn is lehet magasságot állítani, hogy abba áthenkelni egy tompítottnak a belsejét. Igen. Tehát mindennel együtt a belsőt a kicsibe, és hogy a két belsőt lehet-e használni akkor tompítottként, ja. És akkor be lehetne rácsozni a külsőt.
Tehát nagyjából ugyanaz lenne, ugyanúgy meg lenne a két lámpa, ugyanúgy meg van mindenem. Csak lényegében ugye beljebb jön a két lámpa. Ezt nem tudom, hogy ezt engedik-e, vagy lehet-e, mert ugye ez lényegében előre... valamilyen olyan megoldást akarsz, hogy a fényszóró legyen lényegében a tompított. Tehát hogy igen. A kettőt, igen, úgymond, és hogy... akkor lenne tényleg tompítottam, meg lenne a rácsozás is. Csak hát... Igen, más ugye a méret, alapban nyilván azt úgy nem tudod. Viszont ugye, tehát viszont... itt alapból nem jön bele semmi. Tehát ugye előre, ha jól emlékszem, előre nem kötelező ködlámpa, hátra kötelező, igen. De hátul van is. Tehát hátul ugyanúgy megmaradna a ködlámpa. Hogy akkor úgy összegzésként is, hogy meg legyen. Ja, hogy az árakat, vagy mire gondolsz? Igen, árakkal, mindennel együtt. Ja, jó, jó. Tehát mert ugye akkor, figyelj, volt a rácsom, két új első lámpa, a szemöldök, akkor ez az alsó kisrács, ami volt elől, akkor a két ajtó, ugye nekem kis ablakos volt, viszont rohadt az ajtó, kellett két új ajtó. Ja. Na most, ugye abba kellett tükörlap, ablaktekerőke, meg ilyen apróságok. Igen. Bal első sárvédő, ugye azt mondtam, ami kuka, ez zsírú, illetve hátul. Mind a kettő, vagy csak a bal? A bal első sárvédő, a jobbos az teljesen az jó állapotban volt, ez szerintem egyébként már volt cserélve, mert az nem belül sem a gyári ilyen szürkés, ja. És semmi. Tehát az szerintem már volt valamikor cserélve. Hát megkapta az új hátsó lámpákat, illetve amikkel még otthon szórakoztam magamnak, az, hogy a sportkormány, meg a kipu, meg a váltókarja az ott föl lett polírozgatva kicsit, úgy meg lett jó, hát itt is, ja. Ráködöltem, azt még megint vissza kell csiszolni és megesik. Újra. De szerintem egyébként az ilyen kis apróságok is azért dobnak rajta. Ja. Ugye a matricákat azt lekapartatták, műszaki egyedül az oldalsót hagyták, mert az elvileg oldalra oda mehet, tehát hogy az nem takar ki. Oldalra mehet így? Hát ide... De ezt mondták így. Azt mondták, hogy ide mehet, mert most nézd, itt hol nézel hátra, tehát... De bárhova egyébként? Mármint, hogy azt mondták, hogy a B-oszlop és a C-oszlop közti ablakra bárhova lehet, vagy ez hogy? Azt nem tudom, hogy bárhová, azt az egyet kaptam én is, hogy minden más, tehát innen föntről is lekapartatták, onnan a sarkokból is lekapartatták, aha. Hátul is minden, ezt az egyet mondták, ugye ez nem igazán takar be semmit. Hát, jó, ez egyébként nekem új, hogy ezt így itt hagyhattad. Ugye még a falcok azok, amiket még ki kell fújni, még itt-ott vissza kell csiszolgatni, ami el lett fújva, elfújás, azokat meg kell, aha. Csinálni mindenképp. Hát ugye, ja. És igazából hátsó lámpák, festés, ugye műszaki. Szárny. Meg a szárny, azt otthon karbonozom, az azért nincs rajta most. Meg a belseje, azt meg kifújtad, nem? A belsejét is kifújtam feketére, igen, az annyi, most hogy hát de a belsejében is vannak még azért olyan dolgok, ahol még el kell fújni. Tehát látod, ilyenekről beszélek, hogy itt ezeket még, ja, itt hátul lesz még el kell fújni, odáig még nem jutottam el, itt a ködöléseket, ezt mindenképp le kell szedni. Tehát voltak ilyenek, mert ugye kivettük a lámpát, úgy voltam, hogy akkor már fújjuk el azt is, és nem ragasztottuk be ott jól azon az oldalon. És figyelj, ezért ezt megcsinálod, amúgy visszacsinálod az ágyas sztorit, amit ide... Ja, igen, hát ugye hátul volt benne egy ágy, az mennyi volt? 140x180. Valami ha jól emlékszem, akkor a 140x180 nagy kis ágyikó volt bent hátul. Igen, az még mindig ott van a garázsban, az ugyanúgy húzattal mindennel. Azon gondolkodok, hogy csinálnák neki, tehát szerzek új hátsó kárpitokat, ezt mindenképp meghagyom, mert ez a kék állítólag ér is valamit még egyébként. És mindenképp úgy akarom, hogy akkor viszont már az oldalát is behúznám full párnázottra, hogy tényleg oda behuppansz hátra bárhova, és kényelmes legyen. Az egyébként jól is jött, mert... Ezt akartam kérdezni, hogy amúgy használtad, mert elmentél, megcsináltad, elmentél vele talira, igen, mert hogy majd ott izé el lehet fetregeni. Elmentünk vele, képzeld el, Széchenybe. Fele. Igen. Bátor volt, ezt aláírom. Világból kimegy. Tényleg gond nem volt vele, itt-ott leért. Tízes kulcs, az kész. Itt-ott azért mondom leért. Néha oda lett verve az alja, azt aláírom. Hát. Előfordul azért. De szépen gond nélkül ment. Annyi volt. Leértünk. Egész este szakadt az eső. Igen. Ott alvós volt, mindenki ponyva alatt. Bent nyomorgott, mi meg hárman ide hátra behuppantunk a golfba, elkajálgattunk, elcigizgettünk, tudod, lehúztuk az ablakot, elcigizgettünk.
teljes kényelem volt, teljes luxus, úgyhogy mondom annyi, hogy ott oldalt is be akarom párnázni, pont ezért, hogyha csak ülsz benne, ne nyomja ott se a hátadat, meg semmi, annyi, ja. Hogy ugye vittem takarót, azzal kipárnáztuk, de most meg akarom csinálni azt is normálisan, igen. Akkor volt funkció, nem csak ugye, hát hátra az még kérdéses, hogy jön vissza a karbonból, most már a szárny, vagy kap egy ilyen nem látsz kirácsot. Azt még nem tudom, hogy Mafia rács. Ja. Azt még nem tudom, hogy melyik legyen. Még vannak ilyen apróságok, amik majd időközben. Ja. És hát akkor igazából az árak. Maga az, hogy mennyiből fújtam le. 10 üveg zöldet vettem, abból 8-at fújtam el. Tehát... Ez meglepődtem amúgy, mert mindenkinek nem baszki ilyen izéket mondogat, ilyen 4-5 üvegből lefújom. Meg, de ennél nagyobb kocsikra mondják azt, hogy 4-5 üvegből lefújom. Ezek szerint az nem igaz. Én mondom, nekem meg is mondták hozzá, hogy milyen kepet vegyek hozzá, ezt én először... Milyen mit? Kep. Ez ja, a kis ja, igen, fejecske, igen, tudod, igen, hogy... Igen. Jó, hirtelen. Mondták nagyon sokan egyébként a fat kepet, de hát az tényleg az, hogy az, ami nagyon, tehát nagyon szemcsés lesz, nagyon foltos, mert az, ami tényleg csak ilyen nagy fal felületre van, úgymond. Ja, tehát igen. Az egyáltalán ja, nem nagyon így... szor. Igen. Tehát aha. Az nem az, hogy szépen. Volt valamilyen állítható fejes kis cucc. Igen. Abból vettem egy 5 darab fejet, volt 100 forint egy darab, tehát hogy így összvisz. Úgyhogy megvettem a 10 zöldet, megvettem a 2 feketét, megvettem hozzá a kepeket, hagytam ott 14.090 forintot. Aha. Tehát az volt. Azért az akkor elég olcsón megvan a fényezés. Tehát az, hogyha így. Mondom, ja. A műszaki az 25, az átírás, az mondom, az még kiderül a mármint az új forgalmi, hogy az most 6 vagy 7000. Igen. A színátírás, a hátsó lámpákat, ezeket vettem. Az nagyon jó. 5000-ért párban. Igen, viszont van egy másikom is. Azt pedig úgy vettem, hogy 3000-ért vettem a 2 hátsó lámpát, ami úgy szint hibátlan, be sincs matulva semmi. 3000 volt a 2 hátsó lámpa, meg egy 2 lámpás első rács, jellel mindennel, tehát az volt 3000. Ugye a beltér az nekem meg volt otthon, ahhoz nem nyúltam. Azt csak be kellett pakolni. Mi volt még, várjunk csak, ablak, tekerőkék, igen. Az ajtó, ablaktekerő. Ablaktekerő az 550 forint volt. Iha. Kőkeményen. Az igen. Igen. De darabja. Na, közben a rádióm az néha szereti ezt játszani. Mostanság. Hát ugye az van, annyi, hogy ez még az osztott üvegesnek az ajtó kárpitja is kicsit eltér itt. Tehát ja. Látod, itt eltart, illetve ott a túloldalt, máshol van az ablaktekerő alapjáraton. Tehát az volt a... Akkor a tükörlap az durván 1000 forint volt. Elején a dolgok? Az elején a dolgok, kérlek szépen, a 2 első lámpa volt 5000, és a másikat meg úgy tudom mondani, hogy az első rács, a szemöldök, meg ez, meg, várjál, húha, most ezzel megfogtál, mert az a helyzet, hogy egyszerre hoztam el. Mikkel hoztad el, vagy hogy? 14.000 forintot hagytam ott el, őt elhoztam, az ablaktekerőket, meg a tükörlapokat. Aha. Tehát, mondom, ja, egyáltalán nem volt vészes. Mondom, szerintem mennyiből állt meg ez az egész minden vackolmánysággal együtt? 60 környékén, 70. Az a baj, azóta rengeteg olyan cuccom van ketteshez, amit csak így polcra, amit már én is úgy vagyok, hogy elteszek. Tehát nézd, ugye vettem mellé 2 lámpás frontot, van ez a 4 lámpásom, van egy másik gyári 4 lámpásom, van ez az után gyártott 4 lámpásom, meg van ugye a rácsos, mellette van sima első lökösöm, krómcsíkos első lökösöm. Igen, ugye a kettesnek ezek azok, amiknek már megy föl az ára, az ilyen krómcsíkos lökös ilyenek, azokat már inkább elteszegettem én is garázsba, nem dobom ki.
azért van ez a... Ja, hát az ülés, arról nem beszéltem. Milyen Lada ülést teszem? Ugye igen, hogy ő megy ki belőle, viszont ő se lesz eladva, mert ugye ez az, amit úgy szint mondtak. Tehát ez a gyári ülés, és helyett jön egy másik. Igen, azt, a koszt azt most léciken nézzétek, attól tekintsetek el. Hát ugye annyi, hogy ő is ez a kék ilyen félbört, tehát neki ugye oldalt hátul, igen, igen. Már nevezhető annak szerintem. Hát ja. És ugye ennek megvan úgy szint ugye az oldalsója is, meg megvan a hátsó üléssor is, és ugye ami az érdekessége az az, hogy hátul is fejtámlás, és hátul is külön dönthető, amire azt mondták, hogy az sokat ért, tehát azt se akarom így kidobálni. Viszont megy bele igen még a kocka ladának ez az egybe fejtámlás ülése, az nagyon megfogott, azt ingyen kaptam. Na azért, az jó ár. Az világi biznisz. Ugye azt azért kaptam ingyen, mert az már kínált egy fél éve az ülés, tehát az... Övet is azt vissza fogod kötni? Vagy az övet igen, benne volt ugye a 4 pontos takata öv, az most azért nincs benne, mert ugye, hogyha beteszem az ágyat, akkor nem tudom betenni azt. Igen, tehát igen, ez a baj, hogy egyszerre nem megy minden, mindenképp variálni kell őket, és még döntésképtelen vagyok. Úgyhogy... Hát a Lada ülések azokat meg újra szeretném húzni majd fekete szövettel, és belehímeztetni azt, hogy MK2. Aztán most úgy nagyon meg vagyok elégedve vele tényleg. Hát nagyon nincsen baja, egyedül amit mondtak műszakin, hogy azt igencsak cseréljem, az a lengő karszilentek, azok amiket... Ja, ki vannak. Igen, azt mondták, hogy azt szerintük már lassan cserélni kéne, én meg bízok bennük, úgyhogy ezzel nincs pepecselés, azt még kicseréljük, és bocsánat, teljesen jó. Igen? Hangrendszer az eddig is ilyen volt? Igen, ez nem tudom, hogy most... Valahogy most jobban feltűnt, vagy nem tudom. Ez gondolom nem gyári, de igazából semmi extra. Jó. Szól, én el vagyok, jó, hát nem egy... De hát ez most nem is az. Hát akkor igazából szerintem meg is vagyunk aztán, ja. Hogyha... Továbbiakban úgyis nyilván, igen, hogyha ha mégis lesz valami fejlődés... Biztos lesz, hogy ne lenne. Ja. Én mondjuk abba bízok, hogy hát ezt nem tudom, hogy egy 1.9 TDI-t manapság mennyire lehet még bepapírozni, mert jaj, ha... ezt bele akarod tenni. Igen, mert most figyelj, Érden volt egy 1-es golf, amire vadásztam, egy fekete 1-es golf. Eléggé lelakva, de az papírozott 1.9 TDI volt, ha jól emlékszem. Aha. Mindent be lehet papírozni, tehát, azt mondják, csak mindegyiknek kicsit más az ára. Igen, de az nem tűnt egy olyan áras dolognak, már így. Aha. Én ezetre nem tudom, hogy ezt most régen csinálták, vagy hogy van, vagy hogy legalább, hát mondjuk az 1.6 TD-vel, az mondjuk biztos be lehet, mert benne is volt, és 20.000 forint maga a beturbósítás. Tehát ez... Igen, azt mondtad. De gondolom, hogy akkor újra műszaki. Meg, hát ha be akarod papírozni, igen, minden egyes, sajnos az... Igen, az belejár. Hát... Tényleg, és mi van a pick-up alakítás projekttel? Hát ezzel az a helyzet, hogy... megelőztek. Megelőztek? Nem kettes golfban, tehát... Ja, mi a 36-ra gondolsz, hogy mi? Nem. Vagy akkor mi? Hanem... hát jó, tudom, volt az a 36 is, amit már pick-uposítottak. Azt én is most valamelyik héten mutattak róla képet, meg azt hiszem kint volt AMT-s. AMT-sén is kint volt, aha. Ja. Viszont hát sajnos azzal, hogy egyik ismerősömék, nem mondanék így nevet meg semmit, ja, meg is kell. Egyebeket, de belefogtak egy projektbe, ami már egy elég morcos dolog, egy 2.8 V6, azt hiszem. Egy 2.8 V6-os Audi motor. És ők egy kombit csinálnak, pick-up. De mi milyen kombit? Egy A4 kombit. A4 kombi, igen. Azt hittem, hogy valami másban van benne az a motor, és hogy mit tudom. Nem, csak próbálom kiszűrni az olyan információkat, hogy minél kevésbé legyen felismerhető, mert ez ilyen top secret ja, projekt, ja. Tehát azért nem is akarom név szerint meg semmit, tehát
lehető legkevesebb infóval, hogyha lehet. Annyi a lényeg, a környéken, ez így, a környéken lesz sajnos egy másik pickup, amiben már belekezdtek, mármint ott már beszéltek tényleg lakatosan mindennel, hogy hol lehet elvágni, hol kell megmerevíteni, hogy minden. Világos. Ja, és akkor ez így És akkor azt úgy viszont már inkább offolom, mert ők úgy szint környéken vannak, így már miért nem lenne nagyon szeretném. Pickup Tali? Homemade pickup Tali. Homemade pickup Tali. Úgyhogy szerintem megmarad az ágyas verzió így, meg ez inkább maradok a rácsnál, meg az ilyeneknél. Ők annyi, hogy azt már csinálják. Jó, hát figyelj. Srácok, most így áll a helyzet. Aztán, hogyha van valami fejlemény, akkor... Fejleményről beszámolunk. Folytatjuk. Kérés van, óhaj, sóhaj, vagy kérdés, akkor komment és ilyenek. És akkor igyekszem válaszolni rá, amire így lehet. Ja. A hülye kommentekre még nem vagyunk kíváncsiak. Kösz! Hát jól van, akkor igazából sziasztok! Sziasztok! Aztán.